You're watching Flatherbird Television. I am going to be the showman the next 15 minutes. A képzeletbeli mikrofont ezúttal csak kölcsön adtuk Albának, de a jövőben igenis elképzelhető, hogy robotok vegyék át a helyünket, nem csak a televízióban, de számos szakmában is helyettesíthetnek bennünket a digitális emberkék. Ez a korszak talán nincs is olyan távol, mint most azt gondolnánk, hiszen a digitalizáció elindult, a digitális átalakulás megkezdődött. Az Alba Innovár jól illeszthető a digitális jólét programhoz. Az élményközpont létrehozásának ötletével a Székesfehérvár fejlődésért alapítvány kereste meg az önkormányzatot, amely támogatta annak megalakítását. Az élményközpontra nagy igény van a diákok körében, a szülők és a tanárok pedig szeretnék jobban megérteni tanítványaik digitális világát. A szakembereknek az óriási munkájának köszönhető, hogy úgy lehetünk itt augusztus végén, hogy 4 táboron már túl van az Alba Innovár, és kezdődik a tanév itt a digitális élményközpontban. Is. Körülbelül 5000 fiatalt vár majd a következő tanévben ingyenesen az Alba Innovár itt Székesfehérváron. Azt gondolom, hogy ez nagy lehetőség, hiszen digitális érzékenyítés, digitális esélyegyenlőség egyaránt itt jelen lesz, hiszen minden fiatal hozzá fog jutni ez az alaptudáshoz, az az alaptudáshoz, amely azt a világot képviseli, amiben ők beleszülettek, ahol ők fölnőnek, és ahol nekik boldogulniuk kell az élet bármely területe vonatkozásában. Így kell majd pályát választaniuk, így kell a saját életüket megszervezni, nem mindegy, hogy ehhez a tudáshoz hozzá tudjuk-e őket juttatni, és én azt gondolom, hogy itt az Alba Innovárban erre minden lehetőség szerencsére adott. Mondhatjuk azt, hogy Székesfehérvár egy jó példa Magyarország számára? Én bízom benne, hogy igen, sőt, itt vannak olyan robotok, technikai eszközök, technológiák, akár itt Alba mellettünk, amelyek nemhogy Magyarországon egyedülállóak, hanem Európában is alig található bennük, és ilyen élményközpontról digitális értelemben nem is nagyon tudunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez példaértékű minden tekintetben, és jó lenne elérni, hogy minden településen, vagy legalábbis először minden nagyobb településben egy-egy ilyen központ létre tudjon hozni, jönni. Azt gondolom, hogy ebbe a digitális jólétprogram keretében a kormányzat rengeteget tesz. Ehhez szerettünk volna mi itt az IVS-szel, partnereinkkel, szakemberek segítségével hozzájárulni, kapcsolódni. Én azt gondolom, az Alba Innovárban ez sikerült. Az Alba Innovár digitális élményközpont vélhetően az egész országban elterjedő jó gyakorlat lesz, amihez lehetőségeihez mérten a kormány is minden anyagi és egyéb segítséget megad. A kormány törekvései a tervezett fejlesztések hátteret biztosítanak majd a digitális oktatásnak, amihez az alapot a digitális oktatási stratégia adja meg. A 2017-18-as tanév kezdete ez a hét, és ez a tanév ez abból a szempontból is különleges, hogy nagy lépésekkel zajlik Magyarország digitális oktatási stratégiájának a végrehajtása, aminek az a célja, hogy a teljes magyar oktatási rendszer digitális fejlesztésének köszönhetően egy európai összevetésben is jó színvonalú, élményt adó, érdekes oktatási rendszer legyen a magyar oktatási rendszer. Az Alba Innovár élményközpont, ami a Székesfehérvári Önkormányzat, illetve a Székesfehérvári üzleti életben közreműködő piaci szereplők együttműködésének köszönhetően jött létre, abban segíti az oktatási intézményeket, abban segíti a teljes magyar oktatási rendszer digitális fejlesztését szolgáló program végrehajtását, hogy az előttünk álló tanévben mintegy 4500-5000 székesfehérvári oktatási intézményben tanuló diák tud ide ellátogatni. Rendkívül érdekes, rendkívül komoly élményt adó formában tud a digitális technológiával, eszközökkel megismerkedni a kódolás, a programozás, a robotika alapjaival. Egy olyan jelenséggel, amit összefoglalóan digitális átalakulásnak hívunk, és amely digitális átalakulás az életünk minden területén érezteti a hatását. Ha szükséges, a digitalizáció kínálta lehetőségek kihasználásához szükséges ismeretekkel nem rendelkezünk, akkor nincs esélyünk arra, hogy győzteseivé váljunk a digitális átalakulásnak. Ezt a célt, a megfelelő ismeretek megszerzésének a lehetőségét, az ismeretek megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítását szolgálja az oktatási rendszer digitális átalakítása, és ezt a törekvést segíti ez a példaadó kezdeményezés ennek a digitális élményközpontnak a létrehozatalai Székesfehérvárot. Akkor mondhatjuk azt, hogy a fehérvári törekvés egyezik a kormány törekvésével.
Ami talán még ennél is lényegesebb, hogy ez a törekvés egyezik a gyerekek, a családok, a szülők a szűkebb, tágabb közösség törekvéseivel. Hiszen izgalmas élményt adó körülmények között lehet a digitalizáció kínálta lehetőségekkel megismerkedni, lehet fogékonnyá tenni például iskolásokat a tekintetben, hogy maguk is adott esetben az informatikus szakmát, vagy az informatikával foglalkozó valamely szakmát válasszanak, hiszen tudjuk jól, hogy Magyarországon a digitális fejlesztéseknek is köszönhetően egyre több jól képzett informatikusra van szükség, tehát az ilyen élményközpontok fogékonnyá teszik a fiatalokat, hogy a pályaválasztás kapcsán végül is az informatikus szakmát válasszák, az már külön öröm. Az a határozott célunk, hogy ez a példaadó kezdeményezés ez elterjedhessen az országban. Szeretnénk egy olyan megoldást kialakítani, ahol a kormányzat, az önkormányzatok, elsősorban a megyéjúgú városok és az adott megyéjúgú város piaci szereplőinek az együttműködése újabb és újabb a székesfehérvári élményközponthoz, az Alba Innovár élményközponthoz hasonló élményközpontok megalakítását, kialakítását teszi lehetővé. Ahhoz azonban, hogy ne csak a megyei jogú városoknak jusson ilyen privilégium, ahhoz jó internetre van szükség országszerte, a kormánynak ez is törekvése, hogyan miként kívánják megoldani. Sok a feladatunk nyilvánvalóan annak érdekében, hogy Magyarországon sikertörténetté váljon a digitális átalakulás, de nem állunk rosszul, és kimondottan jók a lehetőségeink. Ami az infrastruktúrális fejlettségünket illeti, a világon a harmadik legjobb a magyarországi mobil internetes hálózat, a magyarországi mobil digitális hálózat, ami komoly eredmény, komoly fejlesztéseket hajtanak végre a szolgáltatók. Az állam nagyon komolyan tudta ösztönözni a szolgáltatókat ezeknek a fejlesztéseknek a végrehajtását illetően. Tehát közös eredmény, hogy egy gazdasági értelemben is fontos kérdésben, hogy milyen a mobil internetes hálózat egy országban, a világ összevetésben a dobogón vagyunk. Nagyon nagy ütemben zajlik a szupergyors internet program végrehajtása, aminek köszönhetően 2018 végére két esztendővel a közös európai cél, dátum, célkitűzés a 2020. december 31-éhez képest, két évvel korábban Magyarországon minden háztartásban elérhetővé válik a szupergyors, a legalább 30 megabit per szekundumos adatátviteli sebességű internet szolgáltatás. Tehát infrastruktúrális szempontból nagyon komoly fejlesztések zajlanak, a mobil internet hálózatot tekintve már jól is állunk. Nagyon nagy, ambíciózus kompetenciafejlesztési képzések indulnak el Magyarországon. Azaz mindenki rendelkezzen a digitális írás és olvasás tudás legalább alapszintű ismeretével, kompetenciájával, hiszen természetes a hagyományos írás és olvasás tudás, természetes kompetencia és mindenkitől elvárt ismeret a matematikai tudás, azzá vált, alapkompetenciává vált az idegen nyelvismeret. Elvárjuk a gyermekeinktől, elvárjuk önmagunktól, hogy legalább egy idegen nyelv ismeretének a tudásával rendelkezzünk. Ugyanígy alapkompetenciává vált a digitális írás és olvasás tudás. Ennélkül nem tudunk sikeresen tájékozódni a világban, nem tudunk munkavállalóként lassan szinte egyetlen egy állást sem, legalábbis jó jövedelmi lehetőséget biztosító állást sem betölteni. E tekintetben az előttünk álló egyesztendőben közel 300 ezer magyar polgár tud ingyenesen olyan kompetencia gyarapító képzésen részt venni, ami abban segíti, hogy a személyes életében vagy munkavállalóként is rendelkezzen azzal az alapvető digitális írás és olvasás tudással, ami a 21. században szinte alapkövetelménnyé vált. Tehát azt tudom mondani, hogy minden területen az infrastruktúrális fejlesztések tekintetében a digitális írás és olvasás tudás alapkompetenciájának a lehető legszélesebb körben történő elterjesztésében, az állami működés digitális átalakításában, hogy az e-ügyintézés lehetőségével mindenki élni tudjon, illetve a gazdaság működésében, a gazdaság élet szereplői tevékenységének digitális átalakításában is komoly fejlesztési programok zajlanak. Én azt gondolom, hogy minden lehetőség
lehetőségünk megvan arra, hogy ezeket a fejlesztési programokat sikeresen végrehajtsuk, és minden magyar polgár, így Magyarország is a digitális átalakulás nyertesévé válhasson. A világháló előnyei mellett sajnos annak hátrányairól is beszélnünk kell. A Nemzeti Alaptanterv megalkotása, amely a 2017-nek szintén a feladata, már szerepel a digitális gyermekvédelmi stratégia. Milyen szempontok szerint alkotják ezt meg, mi mindenre kell odafigyelni? Tavaly esztendőben, 2016-ban négy alapvető jelentőségű stratégiát készítettünk el, készült el a digitális jólét program keretében. Mind a négyet elfogadta a kormány, és ezeknek a megvalósítása zajlik. Magyarország digitális oktatási stratégiája, ami a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítását szolgálja. A digitális exportfejlesztési stratégia, a magyar hírközlési, távközlési vállalatok export teljesítményének a gyarapítását szolgáló stratégia. A digitális startup stratégia, ami abban segít, hogy Magyarországon egy erős, vonzó, az innovációt szolgáló startup ökoszisztéma tudjon működni, és ugyancsak tavaly készült el Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiája, aminek az az alapvető célja, hogy tömegessé váljon a biztonságos és értékteremtő internet használat a gyermekek és a fiatalok körében. Nagyon-nagyon sok elemet tartalmaz ez a stratégia. Kiemelt jelentőségű az, hogy az internetes hálózatokon olyan modern, korszerű, ingyenesen hozzáférhető szűrőprogramok legyenek elérhetőek, amivel a szülők felelősségteljes döntéssel tudnak annak érdekében tenni, hogy az internet használó gyermekük az ő számukra, a gyermekek számára veszélyes internetes tartalmakhoz ne tudjanak hozzájutni. Nagyon fontos a gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése, hogy ők, amikor gyerekekkel foglalkoznak, akkor olyan tudást, olyan ismeretet tudjanak továbbadni a gyermekeknek, amivel segítik, hogy aztán a gyerekek biztonságos és értékteremtő internet használóvá váljanak, tehát a pedagógusok, az önkormányzati tisztségviselők, rendőrök, ügyészek, szociális munkások, tehát az élet legkülönbözőbb területén dolgozó szakemberek, akik gyermekekkel foglalkoznak. És nagyon-nagyon fontos, olyan vonzó, értékes tartalomkínálattal kapcsolatban a hírverés, a tájékoztatás, hogy ne csak a tiltás logikájában fogalmazunk, mit ne érjen el a gyermek, hogyan ne érjen el a gyermek, hanem mik azok az értékes, izgalmas, vonzó tartalmak, ami felé lehet őket terelni. Tehát e tekintetben is komoly fejlesztések azok, amelyek zajlanak. Egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy lévén a közös cselekvés az, ami e tekintetben zajlik. Nem óhajokat fogalmazunk meg, milyennek kéne lenni az internet használatnak, hanem mit tudunk tenni annak érdekében, hogy tömegesen, biztonságos és értékteremtő legyen a gyermekeink internet használata, hogy el tudjuk kerülni majd azokat a veszélyeket, amelyek reális veszélyek, és valóban igaz, amit néha üres általánosságnak gondolunk, hogy ezeket sem alulbecsülni, sem túl dimenzionálni nem szabad, a helyükön kell kezelni ezeket a veszélyeket, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni ezeket a veszélyeket. Thank you for your attention. Goodbye.